Díjátadóval kezdődött a Puskás Akadémia Paks labdarúgó mérkőzés, hiszen a hazaiak játékosa Fiola Attila 151-szer lépett pályára az NB1-ben. Érdekesség, hogy jelentős részét egyébként a Paks csapatában töltötte. Jobban kezdte a találkozót a fehérmezes Puskás Akadémia, már a harmadik percben helyzetbe kerültek. A bal oldalon kapta meg a labdát Pekár László, beadására középen Lencse érkezett, ám 4 méterről senkitől sem zavartatva a kapu mellé bólintott. Nagy helyzet volt. A 13. percben aztán Pogacsics kapus vágta a mezőnybe a labdát, ebből indulhatott a Puskás Akadémia kontrája. Ujevics ment el a jobb szélen, középre tette volna a labdát, ebbe még beleértek a paksi védők, azonban felszabadítani nem tudtak, Pekár elé került a labda, aki 18 méterről lőtt, kevéssel a kapu mellé. Gévai ezek után a paksiak csapatkapitánya figyelmeztette a társakat, hogy ne engedjék Pekárt lőni, hiszen az előző fordulóban hasonló távolságra gólt lőtt a Debrecennek. Majd aztán a 18. percben veszélyeztettek a vendégek is. A középre ívelt labdára Bertus érkezett, fejesét Pogacsics védte bravúrral. Balázs Zsolt adta be a labdát, ide érkezett aztán Bertus, 16 méterrel erős volt a fejese, azonban a hazai kapus eszén nem tudott ezúttal túljárni. Majd elérkezett a 29. perc, egy szabadrugás után Szabó fejjel, és a felső léc menti meg a hazaiakat a kapott góltól. Ezúttal már Pogacsics is verve volt. Szabó 13 méterről fejelt. Azonban a felső léc kisegítette tehát a Puskás Akadémiát. Még mindig az első félidőben járunk, egészen pontosan a 40. percben, amikor a paksiak elveszítik a labdát a saját térfelükön. Paújevics cselezget, betör a 16-oson belülre, középre teszi, Molnár kap bele, ám így lesz jó Pekárnak, aki nem hibázza el az ittszert. 1-0-ra vezet a Puskás Akadémia a 40. percben. A Nyíregyházáról szerződtetett Pekár Lászlónak ez már a második gólja volt az idei szezonban. Jó igazolásnak bizonyult. Nagyon meg kell dicsérni Paújevicset is, aki két paksi védőt is becsapott. A középreadásba még bele tud kapni a kapus, azonban utána Pekár higgadt marad. Vezet tehát a Puskás Akadémia. A második félidőt is jobban kezdték a hazaiak. Egy szabadrugás száll el mindenki előtt. A középre tett labdára azonban nem érkezett már fehérmezes játékos, így nem alakulhatott ki komolyabb gólszerzési lehetőség. Majd aztán az 57. percben a nagyon agilis Paújevics cselezgetett a középpályánál. Majd Dinyer kapta a labdát a bal oldalon. Jó beadás, Lencse fejjel mellé. Lencsének ez már a második jó fejese volt a mérkőzésen, ám ez is elkerülte a kaput. Itt láthatjuk még egyszer Dinyár beadását, Lencse pedig nem sokat tévedett. Aztán a 66. percben éledezett a Paks is, gyönyörű labdát kapott Szakály, ám 10 méterről nem találta el a kaput, bosszankodott is Csertői Aurél. Nem adták fel a vendégek, a 86. percben járunk már, Frőlik kapja a labdát 18 méterre, egycsel, majd még egy, ám ő sem találja el a kaput. Csertőinek pedig csak a fejefogása marad ezután is. Frőlik is csereként állt be, ő sem tudott azonban kiegyenlíteni. A mérkőzés utolsó pillanataira is maradt izgalom. Udák majdnem a saját kapujába csúsztatta a labdát. Itt már a vendége kapusa is előre merészkedett, ám neki nem kellett játékba avatkoznia. Majdnem öngól lett a vége. A Puskás Akadémia tehát megszerezte első győzelmét a bajnokságban, a Paks pedig az első vereségét. Végeredmény Puskás Akadémia Paks 1-0.